Sziasztok, gyerekek! Tóth Karolina vagyok, a Zentai Sztefán Srimac általános iskola második osztályos tanítónénie. A mai matematika órán egy teljesen új témakörrel fogunk foglalkozni, méghozzá mértannal. Hogy mit fogunk mértan órán csinálni? Rajzolni fogunk, vonalzót használunk, méricskélünk, és még egy új eszközzel is megismerkedünk. Nézzük meg, hogy akkor a mai matematika órán bővebben az egyenes és görbe vonalakkal fogunk foglalkozni. Már első osztályban tanultátok, hogy mi a pont. Láthatjátok a rajzon, hogy hogyan néz ki, és azt is, hogy nagy nyomtatott betűvel jelöljük a pontot. Arról is tanultunk első osztályban, hogy mi a vonal, és hogy mi a helyzet, amikor egy pont a vonalon helyezkedik el, illetve hogyha a vonalon kívül. Ezt már mind tudjuk. Első osztályban is találkoztunk az egyenes vonal fogalmával, a törött vonallal és a görbe vonallal. El kell mondanunk, hogy az egyenes vonal rajzolásához vonalzót kell, hogy használjunk, illetve a törött vonal rajzolásához is, a görbe vonalat pedig szabad kézzel rajzoljuk. Nézzük egy kicsit bővebben. Látunk az első képen egy zöld görbe vonalat. Húzzátok végig az ujjatokat a vonalon. Ugye láthatjuk, hogy görbe, szabad kézzel tudjuk rajzolni. Most ismételjétek meg a ceruzátokkal is, majd pedig a sima lapú füzetetekbe, vagyis mértan füzetbe, rajzoljatok tetszőleges számú görbe vonalat, egy 3-at, 4-et. Lehet színes ceruzával is, lehet grafit ceruzával is. Az egyenes vonal megismerkedéséhez először az ujjunkat húzzuk végig, utána a ceruzánkat, de nagyon figyeljetek, hogy a vonalzót is kell, hogy használjátok. Megmutatom, tehát a vonalzót a kezetekbe veszitek, és a ceruzátokkal végighúzzátok az egyenes vonal mentén. Ismételjétek meg a mértan füzetetekben és a simalapú füzetetekben, lehet színes ceruzával és grafit ceruzával is. Most pedig a törött vonalon húzzuk végig először az ujjunkat, utána pedig vonalzóval, vonalzó segítségével a ceruzánkat. Rajzoljatok különböző törött vonalakat a füzetetekbe, a simalapú füzetetekbe. Nem muszáj, hogy ilyen dupla V alakú legyen, többféle törött vonalat is, mindenféle ábrákat tudtok vele rajzolni. Nézzük meg a pont és a vonalak helyzetét. Ehhez most nincs szükségünk a vonalzóra, úgyhogy leteszem. Az első képen láthatjuk, hogy az A pont a vonalon van. Az M pont a vonalon kívül van. Nézzük meg a következő rajzot. Hol található az E pont? Az E pont pontosan a vonal meccés pontjában van. A harmadik képen pedig láthatjuk, hogy a T pont a vonalon van, az O és K pontok pedig a vonalon kívül vannak. Erről is már tanultunk első osztályban, megismerkedtünk ezekkel a fogalmakkal, ez most csak egy kis ismétlés. Nézzünk is egy feladatot, egy egyszerű feladatot. Milyenek a jégen látható vonalak? A gyerekek korcsolyáznak, illetve a pingvin korcsolyázik. Nézzük meg, húzzátok végig az ujjatokat a vonalakon, majd pedig mondjuk el, írjuk le a kép alá, hogy milyen vonalakat látunk. Ugye az első kettő azok görbe vonalak, és azt is megfigyelhetjük, hogy az első vonal nyitott görbe vonal, erről is már tanultunk első osztályban, a második pedig zárt görbe vonal, a harmadik pedig törött vonal, és szintén nyitott. A következő feladatot arra kérlek benneteket, hogy a mértan sima lapú füzetetekbe végezzétek el. Először is rajzoljunk egy egyenes vonalat és rajta egy T pontot,
utána egy görbevonalat, és rajta kívül egy O-pontot, majd harmadik feladatunk, hogy egy törött vonalat rajzoljunk, rajta pedig egy M és egy E pontot. Na nézzük, ezt én is el fogom végezni ezeket a feladatokat a táblánál. Tehát nézzük csak. Először mit kell csinálnunk? Rajzoljunk egy egyenes vonalat és rajta egy T pontot. Fogom a vonalzómat. Ez az A feladatrész. Egyenes vonalat rajzolok, vonalzót használok, és rajta van egy T pont. Ezt így jelöljük. A B feladatrész egy görbevonalat és rajta kívül egy O pontot, bármilyen görbevonalat rajzolhatunk, legyen mondjuk ilyen, és rajta kívül, tehát hogy ne a vonalon legyen, egy O pontot rajzolunk. A C feladat rész pedig azt mondja, hogy egy törött vonalat, és rajta az M és az E pontokat. Na nézzük, milyen törött vonalat rajzoljunk. Használjuk a vonalzónkat. Most én ilyen törött vonalat rajzoltam, természetesen bármilyet rajzolhattok, arra figyeljetek, hogy ne törjön meg, tehát hogy ne szakadjon meg a vonal, végig húzzátok a ceruzátokat figyelmesen, bejelöljük rajta a két pontot, melyet M és E betűkkel jelölünk. Nézzük tovább a tananyagot. A következő feladat, a repülők nyomot hagytak az égbolton. Színes ceruzával menj át a vonalakon az utasítás szerint. A törött vonal legyen piros színű, az egyenes vonal zöld, a görbe vonal pedig kék. Figyeljetek arra, hogy az egyenes vonalak és a törött vonalak rajzolásához vonalzót használjatok. Tehát akkor pirossal átrajzoljuk a törött vonalat, zölddel az egyenes vonalat, és végül a görbe vonalat kék színnel. Ez a feladat a Kreatív Központ tankönyvében megtalálhatót, elvégezhetitek. A következő feladat, hogy rajzolj ceruzával egy egyenes vonalat az A ponton keresztül. A B feladatrész rajzolja B ponton áthaladó görbe vonalat, és a C feladatrész rajzolj a C ponton áthaladó törött vonalat. Na nézzük. Tehát az A ponton keresztül ugye egyenes vonalat rajzoltunk, nem kell kék színűvel, nyugodtan csinálhatod grafitceruzával. A B ponton áthaladó görbevonal például így nézhet ki, de akár lehet csigavonal is. A C ponton áthaladó törött vonal pedig kinézhet például így. Ezt a feladatot is a mértanfüzetetekbe elvégezhetitek. A pontokat bejelölitek először, betűkkel jelölitek, nagy nyomtatott betűkkel, és megrajzoljátok a kért vonalakat. A következő feladat, hogy kössük össze a pontokat. Az O és T pontokat görbe vonallal, például így. A T és M pontokat egyenes vonallal, így. Az O és M pontokat pedig törött vonallal. Ezt a feladatot is nyugodtan elvégezhetitek a sima lapú füzetbe. Használjatok vonalzót az egyenes és törött vonalak rajzolásához. Házi feladatot adok nektek. Ez a feladat a Kreatív Központ tankönyvében megtalálható. Gondolkodjunk, hogyan kellene megoldani. A nyuszi a gombához szalad, azután a fatörzshöz, végül pedig a fához fut. Rajzolj görbe vonalat a nyuszitól a gombáig, törött vonalat a gombától a fatörzsig, egyenes vonalat a fatörzstől a fáig. Itt a fa. Láthatjátok, hogy a kis képek alatt, mellett pont található, azokhoz kössétek a vonalakat.
A feladatnak van egy B része is, méghozzá piros színnel rajzold meg a mókus útvonalát. A mókus itt van fent a fának az odujában. A fán található odutól a fa lábáig, majd a fa lábától a gombáig, és a gombától a fatuskóig. Használj különböző vonaltípusokat, egyenes és görbe és törött vonalat. Milyenek a vonalak? Írd le. Tehát szabadon kiválaszthatod, hogy itt a B feladat részben milyen vonaltípusokat használsz, és utána az a feladat, hogy ide leírd a vonalra. Foglaljuk össze, hogy miről is tanultunk a mai órán. Néhány dolgot már ugye első osztályban is említettetek, ezt most felelevenítettük. Tanultuk, hogy mi a pont, hogy nagy nyomtatott betűvel jelöljük. Megtanultuk, mi az egyenes vonal, és hogy vonalzóval kell, hogy rajzoljuk. Megtanultuk, mi a görbe vonal, és hogy szabad kézzel rajzolhatjuk. Illetve, hogy mi a törött vonal, azt pedig vonalzóval rajzoljuk szintén. Megköszönöm a figyelmet. A következő matematika órán még mindig a mértannal fogunk foglalkozni, és egyre érdekesebb feladatokat fogtok kapni. Sziasztok!